Tényleg annyira szörnyű lenne ez a karakter, mint amennyire az emberek gondolják, az egyik legrosszabb karakter a játékon belül a Hank, vagy éppenséggel pont az ellenkezője lenne? Most minden kiderül. Használ te is a világ legjobb kódját, a csúszi kódot, yay! Hát elnézést kérek előre is, de nem tudok egyetérteni azzal, hogy az egyik legrosszabb karakter lenne a játékon belül Hank, aki ezt állítja, valószínűleg még nem játszott ezzel a karakterrel, hiszen hogyha egy-két mérkőzést mentetek, akkor már is láthattátok benne a potenciát, hogy milyen brutál erő. Ős tank, mekkora sebzése van! Hát mennyi HP van, tényleg nézzetek rá, hatalmas tankról van szó, és emellett pedig a sebzése területi sebzés! Hát ez nem egyetlen egy karakter, hanem akár mind a hármat ütheti, hogyha 3v3-ban vagytok, és nem pici sebzéssel. És ez még csak az alaptámadása, érted? Hát, ha nem lenne elegendő, ott van az a brutális szuperje, ami egy az egyben elken bárkit szinte, hogyha ott van alatta. Tehát, hogyha pont így bele megy, érted, így a pixelről pixelre, oda megy a testedbe, egyé váltok, és akkor nyomod el a szuper, kész, vége, ott nem marad meg senki, hát főleg az, aki ugye alád ment. De hát ne haladjunk ennyire előle, nem a szuperje miatt főként annyira pacek ez a karakter, bár ugye az eléggé jó cucc, de az alaptámadása, ami nem csak amellett, hogy ugye nagyon nagy sebzéssel rendelkezik, hanem az, hogy tényleg fal mögül ki lehet nyomni, érted? Tehát hát oda mész, érted, fal mögé bebújsz, blokkolsz minden damage-et, mint egy frover körülbelül, és közben pedig sebzed az eleméket, csak hát ugye nem annyi vagy, mint egy frover, hanem sokkal több HP-d van. Na jó, azért figyelj, Larry, Lori, elnézést kérek, de se nem Frover vagy, se nem semmi, de minden is egyszerre és mindenből a jobb féle, úgyhogy Larryt kivéve. Szóval nyilván ugye nagyon nagy HP-ja van, úgyhogy tankos, tökre bírja, és hát ennek köszönhetően ugye nagyon szépen lehet pusholni előrefele, nagyon jól lehet tankolni a sebzéseket, és az enemit folyamatosan kifele tolni, amit ugye folyamatosan én is csináltam. Igaz, itt még ugye kisebb kupán vagyunk, de hát ennek ellenére akkor is már ezeket a alapvető dolgokat ugyanúgy észrevettem ebben a karakterben, a reakció, de ahogy mondtam, és már nem volt a csúcson még, tehát az, hogy a bubble-t mikor engeded el, az nagyon fontos lenne, és hát itt, mint a nyugdíjasok, még nagyon sokszor így vagyok benne, hogy egy csomó ideig tartogatom ott rajta, már rég lehetne snappelni, érted, már a bubble-t poppolni az enemy-t azon nyomba, hogy dögöljön megfele, mert azért ott az a 4200-as sebzés, azért az nem pici, nem pici, azzal azért könnyen lehet akár két hitből szinte nagy többségét meg lehet ölni, de egy hitből is valakit, hogyha főleg ha le van lovozva, úgyhogy van ott egyébként potenciál, főleg damage-ben, és hát nyilvánvaló, hogy egyébként úgy érdemes ezt használni, hogy mindig hátrafele húzzuk, vagy akár köröz fele, de a lényeg az, hogy ne lássa az enemy, hogy milyen range-be tudunk damage-elni, és amikor épp már mit látjuk előre, hogy pont benne lenne a bubble-ben, akkor gyors oda húzzuk a kurzort, és akkor damage-elünk. Milyen kurzorról beszél szépen, hogyha mobilon játszunk, meg tabletet, ott nincs kurzor, de hát akkor rávisszük a damage-et, és akkor így sokkal többször tudunk betalálni, mert az enemy nem számít rá, és sokszor belemegy a range-ünkbe, így ugye meg lehet őt lepni, és amit én itt még ugye ilyen kupaszinteken sem nyomtam el egyszer, nem érted? Tehát tényleg így visszanézve a gémeket is, hogy miért nem használom azt a rohadt gadgetet, de tényleg, hát miért nem nyomom én el? Hát a szerencsétlennek, ha van gadget, akkor használjuk már, kérem szépen. Nem, itt nekem körülbelül egyik gémemben se került lenyomásra, úgyhogy nem tudom, ez nekem csak ott dísznek van, csak azért, hogy olyan gyors költsem el a coint erre, de hogy minek, azt nem tudom, miért költöttem el, ha nem is használom. Szóval használjátok azt a fantasztikus gadgetet is, mert azzal azért lehet azért a damage-eket egy kicsit csökkenteni, és akkor nem kell annyiszor olyan szorult helyzetbe kerülni. Viszont hát nyilván nem ez a legfontosabb ugye a gémekben, hogy azt mikor nyomjuk el, hanem pontosan ez a pusholás, a pressure ráhelyezése az enemy-re, amit ezzel a karakterrel tökéletesen lehet, és annyira imádom, hogy a meta karaktereket is el lehet vele rakni, és talán azért is lett egyik nagy kedvencem a Hank, annak ellenére, hogy sokan nem kedvelik, de én imádom, mert gyere rám, Edgar, gyere rám! Szuperen be van chargerva, dead vagy! Ennyi, kész, vége, amúgy meg messziről szépen lehet ugye folyamatosan őket damage-elgetni, úgyhogy a méz is sem nagy kihívás, én imádom, és pedig ez a mapa, amin ott játszottunk éppenséggel ugye a knockout, hát nem a legjobb neki azért, valljuk be, de ennek ellenére azért szépen lehet itt is haladgatni, jó, hát sokszor van olyan, hogy esetleg randomok carryznek, mert ugye bár ezek random gémek, tehát nem is csapattársakkal játszottunk összebeszélve, de így is lehetett vele haladni simában, ez is mutatja be
benne az, hogy azért van itt valamit, meg látjátok, hogy ah, Istenem, mennyiszer hibázok, meg mennyiszer nem úgy hitelek be, és mégis, de hát ez az első play, tehát mindig sokat kell játszani egy adott karakterre ahhoz, hogy ráérezzél, és hogy jobban menjen vele a game, úgyhogy itt még érni kellett a playeknek, de ettől függetlenül akkor is már érződött, hogy nagyon tuti karakter, és egyik nagy kedvencem lesz. Így nyilván lehet ezt többre is pusholni, mint itt a végállomás, ameddig mi eljutottunk. És a spoilerra lehet egyébként még pusholtuk is tovább nyilvánvalóan, úgyhogy majd erről is fog érkezni valami. A lényeg az, hogy ez egy nagyon jó területszerző karakter, nagyon jól lehet összeszorítani az enemit vele, mivel nem egy alap tankról van szó, aki csak close range-be tudna damage-elni, hanem ez falon keresztül is így van, ott is tudja a nyomást helyezni az enemire, és van is HP-ja. És területi sebzés, ahogyan említettem. Én imádom. Én nem tudom, aki nem kedveli, az miért nem kedveli, de én csak javasoltam, hogy pusoltok vele, és hát természetesen Brawl Ball-ban. Aj, vannak olyan jó Brawl Ball-magok rá, hogy ez azon csak felfele lehet menni, komolyan mondom. A knockout az azért eléggé vegyes érzem, meg én nem feltétlenül nyilván őt hoznám ide. Nem tudom, miért hoztuk ekkor be. Hát valószínűleg azért, mert nem ment a komik annyira a baby, I don't know. De ugye hát nem egy olyan karakterről van szó, aki mondjuk egy Frover lenne, vagy éppenséggel egy long range-es, vagy egy assassin. Tehát nem a best, de azért a BB-ben azért a HP-ja is nagyon jól jön ki. Szépen lehet menni előrefele, úgyhogy én nagyon imádom, csak javasolni tudom mindenkinek. És hát az, hogy egy kicsit gyorsabban játszatok meg ezeket a reagálásokat, mert láthatjátok, hogy hányszor rajta van már érted. Már rég bennem a bábbe, azt nem tudom el. Visszanézve szörnyű ezt látni. De ez van akkor, amikor elsőnek játszol egy adott karakterrel, akkor még nem igazán érzed ezt. Majd amikor már jó párszor nyomod vele, meg jó pár napon keresztül, akkor már azért ki lesznek centízve ezek a dolgok, illetve hát ahogy nagyobb kupára kerülsz, nyilvánvalóan azért az a 750 az még nem egy olyan nagyon durva kupa szám egy karakter esetén, még igazából azok után kezdődnek meg az izgalmak, de még azt se lehet mondani feltétlenül, mondani, hogy 800-850-900, na ott már egy kicsit más a tészta, ott már jobban ki kell hozni ezeket a playeket, sokkal neccesebb minden, és akkor lehet igazán azt látni, hogy egy karakter mennyire is tuti, mennyire is király, de ezzel a karakterrel nagyon könnyen lehet felpusolni, úgyhogy azért is említem mindenkinek, hogy lehet, hogy az elején sokan félnek tőle, mert nem igazán látják azt, hogy hogyan kell vele play-elni feltétlen. Ez egy kicsit ilyen türelmesebb játékosoknak való a legelején, de akikben azért benne van ez a passzív-agresszív jellegű jellemvonás, azoknak azért jó tud lenni, mert lehet rányomni a nyomást az emberre, és azért szépen lehet terelgetni őket, mint a juhász a juhokat ezzel a karakterrel. Nagyon, nagyon nem kedvelnek a közelébe menni. Egyedül azoktól kell félni, akik így gyorsban rádugranak, és hirtelen sok sebzést visznek be, akkor, amikor nincsen a szupered. De ha megvan a szupered, akkor azoktól se kell fosni, mert nyomod ki fel a sebzést, pusztul, döglik. Ennyire egyszerű vele a game. Az a szuper szerintem nagyon broken amúgy, és sokszor egyébként ki lehet használni tényleg arra is, hogy long range-be is akár leszedjél valakit. Itt azért még amikor a legelején játszik vele valaki, nem biztos, hogy be tudja ezeket célozni, de hát nyilvánvalóan, hogy vízszintesen, függőlegesen, illetve általánosan is azért be lehet vele találni, és szinte majdnem végtelenig megy, azt hiszem, nem igazán néztem ennek utána, de nagyon durva cucc, úgyhogy van ott sebzés, és az a közel ilyen 3000-es damage, eléggé pacek, akárhogy is nézzük. Tehát akik már próbak, akik már skillesebben játszanak vele, lehetséges, hogy még messzire is vadászhatnak ezzel a karakterrel. Én nálam szerintem ott van a top 10-ben, nagyon fun karakter, és nekem mindig ez a legfontosabb, hogy milyen a mechanizmus, hogy ne legyen ilyen Resident Sleeper vele a játék. Ezzel izgalmas, ezzel fain, szeretem, és nyomni fogom tovább a push nyilvánvalóan vele, mert lehet. Lozába. Mindenkinek köszönöm szépen, aki a csúszikódot használná esetleg a shopban még mielőtt megvásárolna bármit is, köszi azoknak, akik beírják és akiknek mindig be van írva. Illetve nem utolsó sorban köszönöm szépen a csatornatagoknak is a támogatást, na de mindenkinek jó pusolást!